Minden hétköznap 17 órától itt a 90.9 Jazzy. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Nyári Gáborral és Puzsér Robert. Hello! Senki nem ül a volán mögött. Elszabadult a hajó, vagy elszabadult a vonat, ahogy tetszik. Senki nem, tehát, vagy képzeld el egy teherautónak. Mondjuk a világ folyását modellezzük le úgy, mint mondjuk egy teherautót. Az a helyzet, hogy vakrepülés zajlik. Hol? Nem... Mert sokan autóban ülnek, most nehogy a tükörben keressék a megoldást. A világpolitikában, a világgazdaságban, aha, a világot modellezzük, a világ metaforája most egy teherautó. A rakomány az hátul van a platón. Mi vagyunk a rakomány. Minket visz a teherautó. A világunk tart a szakadék felé. Vagy nem a szakadék felé? Nem tudjuk, hiszen ha már tudnánk, hogy a szakadék felé tart, egyáltalán látnánk a szakadékot, akkor már lennének támpontjaink. Sajnos ennyit sem tudunk. A helyzet az az, hogy nem vezeti senki az államokat, nem vezeti senki a piacokat, nem vezeti senki a tőzsdéket. A pedig tömeg, erre vágytunk. Ez volt a nagy álom. Az igazság, hogy ül valaki ott a volánnál bekötött szemmel, és hogyha hátul a platón a tömeg sikítozik, akkor balra húzza, ha fütyül, akkor jobbra. Na igen, tehát hogy igen, valójában arról van szó, de a tömeg meg nem figyeli az utat, a tömegnek fogalma nincs, hogy merre megyünk, a tömeg az alapján dönt, hogy most úgy nekinyomódott a plató oldalának a hátam, ez így most szorít, úgyhogy jobbra. És akkor elindul egy kicsit jobbra. Így rákorrigál, mert ott ül a volán mögött egyébként a Donald Trump valójában bekötött szemmel. Pont azért van egyébként bekötve a szeme, sokáig egyébként nyitott szemmel vezettek a sofőrök, csak nem tudtak eléggé figyelni arra, hogy mit mondanak a platóról az utasok. Elvonta a figyelmét a látvány. Annyira figyelte az utat, az ilyen olyan sofőrök... Oda, hogy bekötött szemmel épp olyan eredményes sofőr vagy nem eredményes sofőr vagy, mint ha nyitott szemmel vezetnél. Ez egy nagyon jó kérdés, majd a pudingot akkor próbáljuk meg, ha már megettük. Jelenleg ott tartunk, hogy esszük a pudingot, de még nem tudjuk, hogy ezt most majd kihányjuk, vagy kifossuk, vagy beledöglünk. Jelenleg csak a puding evése zajlik, és majd ha ki lesz próbálva, akkor beszélhetünk arról, hogy a Donald Trump, amit megetetett velünk, az jó volt-e vagy rossz? Nem, én arról beszélek, hogy most már eljutottunk oda az alternatív valóságok és az alternatív tények korában, hogy a bekötött szemmel vezetés lehet épp olyan eredményes azok szemében, tehát az alternatív tények hívőinek szemében, mint a alternatív tények. Mint az a vezetés, amit a múltbeli példa, amikor még nyitott szemmel vezettek a politikusaink. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, ez egy ilyen hadtörténeti vagy ilyen hadelméleti közhely, hogy a célzottan leadott lövések épp olyan eredményesek vagy eredménytelenek, mint a nagy tömegben leadott lövések egy ütközetben. Tehát a tűzsűrűség fontosabb, mint a célzott lövés. De csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Ez egy statisztikai eredmény, és ennyi érdekli őket. Aha. De mindegy is, az egész elmélet kapcsán szerintem fontos felidéznünk, amely egyébként már minden ilyen helyzetben megidézett, és végletekig elcsépelt eszmetörténeti közhelyet, ugye a Fukuyama elméletét a történelem végéről, amit ugye azért szokás ilyenkor előcitálni, hogy utána mindenki így elmosolyodjon, hogy jaj, hát az 1000-szer cáfolt elmélet. Én azt gondolom, hogy a Fukuyama nem tévedett. A történelem valóban véget ért. Legalábbis abban az értelemben, hogy a történelmet egy ilyen progresszív, lináris valaminek tekintjük, amiben cél eljutni valahonnan valahová, abban az értelemben a történelmünk mindenképpen véget ért. Egész egyszerűen azért, mert amit a Fukuyama állít, hogy a végső válasz a realitáshoz, vagy a történelmi, meg az emberi természetből következő realitásokra adott végső válasz az a liberális demokrácia és a kapitalizmus. Ezt az elméletet valójában senki sem cáfolta meg azóta sem. Megérkeztünk ide, itt vagyunk a kapitalista realizmusban, ami egyszerre eszmetörténeti, meg egy gazdasági realitás, és nem tudunk belőle kilábalni. De nem gondoljuk komolyan, hogy ezt majd nem fogja meghaladni egy új modell. De Robi, a nyoma sincs az új modellnek. Most vagyunk először a történelemben elképesztően kétségbe esve, szerintem. Mondjuk a kereszténység kezdetei óta, vagy 2000 évvel ezelőtt, megérkezett Krisztus, és azt állította, hogy a cél a megváltás, és a cél az, hogy az ember jobbá tegye valahogy maga körül a világot. Ebből következően, ez nyilván persze egy ilyen sommás állítás, hogy csak is ebből következzen, hiszen ennek is van számtalan előzménye, vagy ilyen eszmetörténeti előzménye, de minden nemzedék feladatának tekintette a világ jobbátételét.
ez ideológiákat, eszméket szült, újabb művészettörténeti, vagy művészeti irányzatokat, vagy irodalomelméleti, vagy irodalmi irányzatokat, vagy mit tudom én, a modernitás korában már újabb eszméket, meghaladva akár magát a kereszténységet is, de most vagyunk először ott, hogy nincs következő lépés. Tehát mi a következő lépés? A kapitalizmus és a liberális demokrácia. Inkább arról beszélsz, hogy eljött egy nemzedék, amelyik már nem akarja jobbá tenni a világot, csak szénsavasabbá, pesgőbbé, izgalmasabbá, komfortosabbá, meg biztonságosabbá, meg harmonikusabbá. De ez nem ennek a nemzedéknek a hibája szerintem. Tehát nem a nemzedékben keresendő a probléma forrása, hanem hol? Hanem abban, egyikünk sem tudja megfogalmazni a gondokon túl a megoldást. Tehát, hogy bárhova nyúlsz, és bármilyen kísérletezésbe kezdesz, vagy valamelyik totalitárius eszmébe futsz bele, vagy valami olyan utópiába, amiről mindannyian tudjuk, hogy megvalósíthatatlan, illetve vagy csak korlátozottan, vagy csak lokálisan, vagy mint tudom, csak bizonyos körülmények között. De nem tudom én, a kibuc, meg a nem tudom, a kommuna. A kommunák, meg ezek, de hogy nincs valós alternatíva a jelen. A jelennek nincs alternatívája, és ebből következik egyébként az örök jelen is, amiről az imént beszéltél. Hogy miután nem tart sehonnan, sehová, ezért van mindig ma. Sosincs holnap. Az életünk minden pillanata a mában zajlik. Egy idétlen időkig loopba kerültünk. És nem lehet, hogy arról van szó, hogy egy új Jézus Krisztusnak kell eljönnie ahhoz, hogy egy új világkorszakot nyisson, egy új ciklus nyisson, és akkor abban a... Tehát pont arról van szó, hogy az antikvitás is hatalmas válságban volt, a rabszolgatartó társadalmak is hatalmas válságban voltak, és nem találták a kiutat, aztán eljött a Jézus Krisztus, nyitott egy új paradigmát, és ez az új paradigma, ez már aztán értelmezte önmagát, és értelmezte a történelem következő 2000 évét. És nem lehet, hogy most egy hasonló ciklusban vagyunk, és addig, amíg nem jön el az új Jézus Krisztus, tehát az, aki megnyit egy új 2000 éves korszakot, mondjuk, addig nem látjuk, hogy most merre tovább, és amikor eljön, akkor az majd értelmezi a következő 2000 évet. Mennyi idő telt el a történetírás szerint a Jézusnak a beszédei és a társadalomnak az ő mögé való felsorakozása között tömegesen pár száz év. Hát nagyjából 100 év. Inkább. Tehát, hogy a Józsefus Flavius, amikor időszentesen szerint 70-ben megostromolták a rómaiak Jeruzsálemet, már említést tesz, igaz, csak két sorban a Zsidó háború című könyvében, két sorban mindössze a keresztényekről, de már említi őket. És Néro már keresztényeket üldöz, nem sokkal később, tehát akkor már tudunk a létezésükről. Illetve már történetileg... Azért kérdezem, ha mondjuk 2040 körül lehet, hogy felismerjük, hogy 1940-ben már megvolt az eszme. Nagyon rossz példát mondtam. 2075-ben felismerjük, hogy 1973-ban Nürnbergben már megvolt az eszme. Szándékosan egy kicsit odébb toltam, de azt akarom mondani, hogy lehet, hogy ez a mém már valahol le lett téve. Az az ember, aki ezt kitalálta, már meghalt, és később, 100 évvel vagy 200 évvel később fogja ezt megtalálni valaki, hogy hoppá, mégiscsak úgy kéne, ahogy ők gondolják. Hát két mém áll szemben ugye a Fukuyamával, illetve nem is egyik az nem is a Fukuyamával áll szemben, hiszen maga Fukuyama alkotta, de a másik mém ugye a Huntington-féle civilizációk háborúja, ami ugye arról beszél, hogy szemben a Fukuyama-féle elmélettel és a történelem vége, vagy a történelem végének mítoszával valójában a következő korszak a civilizációk összecsapása lesz. Nem az, hogy szemben... eddig minden civilizáció azt hitte, hogy ő a történelem vége? Mindenkinek ugyanez a belső élménye volt, ami nekünk? Ez részben igaz, de ugyanakkor mindig volt egy korszellem, ami magát tekintette véglegesnek, és a saját kiteljesedését, vagy beteljesülését várta. Amit aztán meghaladott a következő korszellem, de ezeknek a korszellemeknek, vagy ezeknek a kortudatoknak mindig volt egy ilyen nagyon erős önreflexív hajlamuk. Tehát, hogy magyarázzák a körülöttük lévő világot és a világ eseményeit ugyanezt, valamiféle keretbe illeszék. De mi nem csináljuk, tehát pont ez a lényeg, én tudnál nevet adni a korszellemnek? Én nem tudnék. Neoprimitivizmus. Oké, de hogy azon túl, hogy neoprimitivizmus, ez a korszellem állít bármit? Reflektál valahogy a korra? Az elnyomottak problémáira? Vagy nem, kizárólag reklámspotokban kommunikál.
kizárólag életérzésekkel kommunikál, kizárólag az ösztönvilággal kommunikál. De és a Francis Fukuyama mondja azt, hogy ebből a következő evolúciós ugrás már nem a tekinthető hagyományos, vagy emberi értelemben, vagy a hagyományos emberi értelemben vett történelmi lépcsőnek, mert a következő lépcső az már az ember egybeolvadása lesz a technikai civilizációval. Erről elég már itt sokat beszéltünk. Tehát, hogy ez, ami most előkészül, az az, hogy most először nem mitoszok, meg nem ideológiák mentén változik az ember élete, hanem most van először lehetőségünk arra, hogy az emberi természeten változtassunk. Uh-huh. És tehát azt mondtad, hogy a Fukuyama egyik alternatívája a Huntington, ki a másik? Önmaga, azt mondom, hogy nem is alternatíva, hanem hogy a Fukuyama alatta meg később a saját elméletét azzal, hogy a történelemnek, ha lesz következő lépcsője, akkor az már az ember utáni ember korszaka lesz, vagy ez egy kicsit a technológiával összefort ember kicsit korszaka. Kicsit Nietzsche János. Azért ez az ember utáni ember, kicsit übermensch. És mi a helyzet Spenglerrel? Aki a nyugatalkonyát hirdette meg, és már, hogy mondjam, nagyon-nagyon sok idő eltelt azóta, hogy Spengler meghirdette a nyugatalkonyát, és már el kellett volna, hogy jöjjön a nyugatalkonya, és valóban Spengler iszonyatos mennyiségű adattal támasztotta alá annak a vízióját, hogy a nyugat az le fog hanyatlani, és mindenki várja. Azóta, hogy Spengler ezt megírta, azóta ez egy mém lett, egy rendkívül erős mém lett, és mindenki folyamatosan mantrázza, az egész civilizáció folyamatosan ebben a mantrában, ebben a világvége várásban tartja magát. Ez az egyik legerősebb kulturális mém, ami körülvesz minket, hogy a nyugat alkonya, a romlott nyugat, tudod, késő Rómában élünk, és most már le kell hanyatlania, és mindenki kicsit Spengler, és várja, hogy na mikor kap lángra Róma? Na mikor kap lángra? És most már lassan... Igen, de ők ezt ilyen morális és kulturális hanyatlásnak tekintették, és én nem állítom, hogy a kultúra vagy a közmorál egyébként romlana, meg egyébként szerintem a jelenkor nagy eszmét hiányoló, nem tudom, gondolkodók sem ezt hiányolják. Tehát nem a morál tűnt el, hanem egész egyszerűen csak maga a gondolat tűnt el. Önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a 90.9 Jazzén. Mit jelent az, hogy senki nem ül a kormánynál? Hogy értjük azt, hogy senki nem ül a volánnál? Nagyon egyszerű, elmagyarázom. Van mondjuk egy céget, kivezet. Kivezeti a céget. Dönthet-e úgy egy cég, hogy mondjuk nem szennyezi a tengert? Nem fog olajat a tengerbe önteni? Mondjuk a politikus, az megakadályozhatja, ugye? Hogy az olajat a tengerbe öntsék, a politikus megbírságolja a céget, ha beleönti az olajat a tengerbe. A cég menedzsmentje azonnal készít egy számítást, hogy mennyit nyer azzal, ha beleönti az olajat a vízbe, és mennyibe kerül a bírság. Ha a bírság többbe kerül, mint amennyibe az olajtengerbe öntése kerül, akkor hát az nincs más... Tengerbe öntéséből amennyi az olajtengerbe öntéséből következő igen, amennyi az olajtengerbe öntésével járó nyereség, vagy elmaradt veszteség, akkor nincs más választás, mint a politikusnak a zsebébe kell tenni egy nagyobb összeget, és akkor a bírság az majd olyan mértékű lesz, hogy továbbra is megérje beleönteni a tengerbe a szennyező anyagot, mondjuk az olajat. Hogyha mondjuk a menedzsment valamelyik tagjának a szívére, a lelkére beszél mondjuk a felesége, vagy mondjuk egyszerűen megtér, és rájön arra, hogy nem tehetem ezt a bolygóval, nem fogom beleönteni, az adott hónapban a kieső bevétel, vagy pedig a realizált extra profit, nem profit, éppen ellenkezőleg, a realizált veszteség, az olyan mértékű lesz, hogy a részvényesek a menedzsmentet el fogják bocsájtani. Tehát a menedzsment nem kompetens, nem dönthet erről, mert nincs meg a kompetenciája ahhoz, nem eléggé menedzsment ahhoz, hogy ne öntse az olajat a tengerbe. Nem dönthet lelkiismeretesen, mert akkor a részvényesek leváltják. Lássuk, hogy a részvényes az dönthet-e úgy, hogy nem öntjük az olajat a tengerbe. Ha a részvényes úgy dönt, hogy nem önti az olajat a tengerbe, az elmaradt nyereség ellenére utasítja a menedzsmentet, hogy nem szabad. A menedzsment figyelmezteti a részvényeseket, hogy ez
veszteséggel fog járni. Vagy jobb esetben elmaradt nyereséggel fog járni. Ezzel vigyázni kell, lemaradunk a konkurens cégektől, akik beleöntik az olajat a tengerbe. A részvényes ennek ellenére azt mondja, mert ő megtért, hogy nem öntjük, realizáljuk a veszteséget. Ez egy 2-3 üzleti negyed év alatt olyan mértékű piaci elmaradást, olyan mértékű piaci elmaradást fog eredményezni a konkurens cégekkel szemben, amelynek az lesz a következménye, hogy a részvények értéke zuhanni fog. Jön a másik olajbeöntő cég, megveszi ezt. Semmi más nem tehet a részvényes, mint hogy eladja, kiszáll belőle, és a következő megint szennyezni fog. Tehát arról van szó, hogy a részvényes sem kompetens, a részvényes sem eléggé részvényes, a tulajdonos nem eléggé tulajdonosa a cégnek, hogy ne öntse bele az olajat a tengerbe, a menedzser nem eléggé a menedzsmentje a cégnek ahhoz, hogy ne öntse bele az olajat a tengerbe, a politikus nem eléggé az ura az országnak ahhoz, hogy ne öntse bele az olajat a tengerbe. Hogyha a politikus nem önti bele az olajat a tengerbe, mert így dönt, akkor elmaradnak a megrendelések az adott cégtől, az adott cég nem fogja fizetni az adott politikusnak a kampányát, a választók, akik nem kapják meg az adott politikusnak a reklámpenetrációját kellő mértékben és kellő sűrűséggel és intenzitással, le fogják váltani az adott nem politikust. Nem fognak értesülni az ő ígéreteiről, igen, ezért meg sem szavazzák. Az ő hazugságairól, és nem fogják megszavazni. De lehet, hogy nem választják meg a következő körben, mert nem tett semmit az olajszennyezés elhárítására. Lehet, de az olajszennyezés igazából nem érdekli az embereket addig, ameddig van egy öbből, ahol fürödjenek és ahol nincs olaj. Majd, hogyha körbeér a globális szennyezésnek a, hogy mondjam, az ölelése, ez a halálos ölelése. Jó, majd akkor mindannyian az események fogjai vagyunk, és... Pontosan. Erről van szó. Mindannyian mindenki a pillanatot uralja, és mindenki az aktuális tendenciákat figyeli. Mindenki részvé, mindenki tőzsdézik. Az kétségtelen egyébként, hogy a politikából már kivesztek ezek a nagyszabású és a jövőbe bátran előre tekintő projektek. Tehát de semmi! Senki nem beszél már, tudod, a következő bolygó meghódításáról, a rák elleni küzdelemről, a világbékéről. A következő. Hogy mondjam, nincsenek középtávú tervek sem, nincsenek jövőre vonatkozó tervek, csak a pillanat uralása van, csak az aktuális kapzsiságnak a fölkorbácsolása van, és az aktuális félelmekkel való riogatás van. A múlt századnak az államférfiai, egy Churchill még gondolhatott valamit, még lehetett víziója, és annak a víziónak megnyerhette a tömeget. A mai tömeget, mert azok talán még társadalmak voltak. A mai tömeget kizárólag 13. havi nyugdíjjal, adócsökkentéssel, juttatások emelésével lehet megszólítani. A nagy probléma az, hogy a politikus is a pillanatot uralja, a menedzsment és a részvényesek is csak a pillanatot uralják, mindenki tőzsdézik. A politikus is tőzsdézik, csak ő a tőzsdén szavazatokat jegyez, vesz és elad. Neki az árfolyama, a népszerűsége, a igen, várható százalék, pontosan, a választása. És mindenkit a kapzsiság és a pánik vezet. Amikor esnek a részvények, akár a politikai tőzsdén, akár a pénztőzsdén, akár az árutőzsdén. Szétröppennek, mint a galambok. Akkor mindenki pánikba esik. Amikor emelkednek, akkor mindenki erőt vesz a kapzsiság. Ez a nagyon nagy probléma, hogy egy ilyen világban, ahol mindenki tőzsdézik, és mindenki a görbének az aktuális emelkedésére vagy zuhanására figyel, nem lehet terveket szűni, nem lehetnek vízióink a jövőre. Ezért állt meg a történelem. Ez az oka annak, amiről a Gábor beszél, hogy gyakorlatilag abban a világban, ahol mindenki az adott pillanatot akarja csak uralni, és mindenki az adott pillanat harmóniájára és kényelmére gyúr, nem lehet víziód a jövőről, nem lehet elképzelés a jövőről. Ez veszett ki a világból, és ezért nem ül senki a volán mögött. Emberiség, miért mentél oda? Miről beszélgetünk? Hát... Rólam. Arról beszélgetünk, hogy a pillanat uralása az egész életünket, az egész modern létállapotot, és az úgynevezett vezetőinket, és az úgynevezett vezetés illúzióját egyaránt megmérgezte, és az illúzióinkat szertefoszlatta afelől, hogy tartunk valahova. Nem tartunk sehova. Van egy olyan elmélet, ami a társadalom lélektan felől közelít, vagy a szociálpszichológia felől közelít, és te, mint gyakorló neurotikus, ezt fogod érteni. Tudod, hogy a szorongó ember ugye mindig a pillanatnak él. Aki neurotikus, az nem... Vagy annak se. Annak
minden nap ugyanaz a nap, hiszen ugyanabban a szorongató, nyomasztó, kétségbejtő létállapotban kell minden pillanatot megélnie. Ezt nagyon röviden úgy tudom elmondani, és ne feledd, amit mondani akarsz, hogy a nagyon-nagyon szorongó ember, az ő neki igazából nem zajlik az idő, nem telik az idő. A külső dráma, ami kint zajlik a fejeden kívül, amiről Shakespeare azt mondta, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, és ezt tényleg tapasztaljuk, érzékeljük a hétköznapokban, hogy ez egy súlyos dráma, ami körülöttünk zajlik, az emberi, nagy emberi színjáték, ahogyan Balzac nevezte, ez a neurotikus ember nézőpontjából lefokozódik egy reklámspottá. Na most sokak szerint, nem tudom, a társadalom lélektan kutatói szerint átléptünk az unalom korából a szorongás korába. Az ezt megelőző korszak, mondjuk a 20. század megelőző sok ezernyi év, az még nem az unalom korszaka, mert hogy az emberek javarésze ugye így nappal átéve dolgozott, és semmi egyéb dolguk nem volt, mint a napi 10-12 órás munka után bezuhanjanak az ágyba, és aztán meghaljanak valami rettenetes betegségben 34 évesen. Aztán jött a 20. század és a modern orvostudomány, és a 20. század és a modern orvostudomány, az emberek egyfelől elkezdtek tovább élni, másfelől pedig jöttek a szocialista mozgalmak, vagy a szociáldemokrata mozgalmak, és az embereknek lesz szabad idejük. Lett szabályozott munkaidejük, és lett szabad idejük. És az unalom korának az első fázisa, ez a 20. század eleje, ahol az emberek, a tömegmédia még csak kezdetleges állapotban volt, nem volt még tévé, a rádió is még csak éppen elindult, sőt, hogy az első világháború. Az internet pedig nagyon-nagyon lassú volt a 30-as években. A boldog békeidők, a békebeli béke. A boldog békeidők, igen, ez egyébként a bulvár, a klasszikus bulvár média kora, a bulvár újságok kora. Két közötti gazdasági világválság az a boldog, és az alkohol betűzés. Nem, ez még az első világháború előtti időszak. Ez csak egy apró kitérő, de az első világháborút megelőző időszak bulvár médiája összevetve a maival ezerszer durvább és nyomasztóbb és ijesztőbb. Elsősorban a bűnügyi újságírás. De ez lényegtelen, ezt csak azért mondom, hogy ne a jelen tekintsük az erkölcsileg legmegrontottabb vagy legkiszolgáltatottabb korszaknak. De mindegy is. Szóval azt akartam ezzel mondani, és ez sokak szerint a totalitárius eszmék terjedése is összefügg az unalommal, hogy ez az az időszak, amikor a férfiak a munkájuk végeztével beültek a kocsmába sörözni, még nem a tévé elé rottak le, hanem beültek a kocsmákba és pártokat alapítottak. Mit tudom, mondjuk például a nemzeti szocialista munkáspártot az első világháború után, nem feledve a tördöfést és a német vereséget. Szóval, és ezt váltotta ezt a korszakot az unalom korszakának a második fázisa, az a második világháború után a tömegmédia korszaka, amikor az emberek már nem a kocsmákba mennek a munka után, és nem pártokat alapítanak, és nem politizálnak, és világot megváltanak, hanem nézik a tévét. De még mindig úgy csak unatkoznak. És aztán jön a szorongás kora, a szociáldemokrácia bukása utáni korszak. Egyébként az eszmetörténetileg valóban egymásik a szociáldemokrácia bukásával ez az állapot. Miért bukott meg a szociáldemokrácia? Bocsáss meg. Nem inkább győzött? Vagy inkább győzött, igen. Inkább és így. Győzött és eljelentéktelenedett. És az emberek kezét elengedtük, vagy hát elengedték az eszmék, vagy az emberek engedték el az eszmék kezét, és nem maradt a nyomában semmi, és most visszataláltunk ugyanoda, amiről a műsor elején beszéltünk, hogy eszmék és mítoszok hiány, itt ülünk a semmi közepén, és rettenetesen szorongunk. Mert hogy valóban csak a saját döntéseinknek kiszolgáltatva tudunk létezni. És szemben a múlttal, ami mindig egy ilyen nagyon egyértelmű és jól követhető életutat kínált, akár még mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as évek nemzedékeinek is, azok, akik abban a korszakban lázadtak, azok elsősorban az unalom és a tabuk ellen lázadtak. A 60-as évek hippi mozgalmai, a 70-es évek punk mozgalma, azok mind a társadalmi tabuk ellenében lázadtak, illetve az unalom ellenében, hogy ne ebbe a átlagos kertvárosi amerikai létben teljesedjék ki az életünk, és ne ez legyen a végső cél, hogy fogyasszunk és a munkavégeztével lerodjunk a tévé elé. Most arra, ugye amikor már minden mindennel összekeveredett, már munkaidőnk sincs, hiszen mindenki a munkahelyéből kilépve már a telefonjáért nyúl, és az azóta, vagy a munkahelyét elhagyása óta érkező e-mailekre kezd el válaszolgatni. Ebben a korszakban ugye már mindenhol minden szorongás utal él minket, és minden egyes nap ugyanaz a nap. Nincs hétvégéd, nincsen estéd, nincsen reggeled. De napközben a munkahelyeden is az otthoni ügyeidet intézed. Tehát ezek a dolgok végképp egymásból olvadtak és összefolytak, és egyetlen dolog maradt, a neurózis.
az egésztől való folyamatos és állandó szorongás. És a kiszolgáltatottság érzése, hogy bármelyik pillanatban elveszítheted a munkahelyedet, bármelyik pillanatban hozhatsz egy rossz döntést, ami miatt rádomlik az életed, és senki sem fog odajönni, és senki sem fog segíteni, mert azok az intézmények, amik egykoron az unalmat és a kényelmet szolgálták, már mind rádomlottak és végük. Elképesztő, hogy egyébként az Önkényes Mérvadó nevű közérzeti magazin műsort hallgatjátok, de az, hogy közérzeti nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenkit bizsergetően felpofozunk. Ez most egy nyomasztó adásnak tűnik, mert egy nyomasztó kép az, amivel indítottuk a műsort, hogy ülünk együtt egy teherautó platóján, nem látunk ki, és elől vezet valaki bekötött szemmel az alapján, hogy balra vagy jobbra sikoltozunk. Ezért van senkinek az, hogy fogalma csak nincsen ilyen, a valóságról. Nem tudom, a politikai kocsmakultúrában merik, vagy nem tudom, előről kezdem a mondatot, hiszen ugye megígértem, hogy 500 követő felett nem fogok dadogni. Nagyon de még közel nincs vagy meg, hozzá, de nagyon közel de nem a dadogásnak a befejezéséhez, hanem az 500 követőhöz. Igen, de hidd el, hogy így lesz. Meg lesz az 500 követő, és egy abban csapásra. A pillanatban egy csapásra abban végig tetette magát, mint a közönséges bűnözőkben, nem? Ha valaki nem látta a filmet, Schulze. Akkor nem is teteti magát. Szóval hogy fogalmas is, mit akartam mondani. Elvettem az eszem saját magam. Nem, hát arról volt szó, hogy a történelem végén a platón ülünk, és kiabálunk, hogy jobbra vagy balra. A volán mögött ül egy bekötött szemű Donald Trump, aki a volán mögött akar maradni bekötött szemmel, mert az még bekötött szemmel is rock and roll, a volán mögött ülni. Sőt. És hogyha kiabálnak, rikoltoznak, ő arra vezeti a teherautót, amerre rikoltoznak éppen. És mi hátul pedig ülünk a pusztában, és a neurózis az egyetlen maradék dolog, amit elfogyaszthatunk. Igen, de valójában azért van, alig, hanem azért van neurózis, mert megszűnt az életünk tagoltsága. Az életünk tagoltsága, mondjuk az, hogy vannak, ahogyan mondtad, voltak reggeleink és estéink, volt szabadidőnk és munkaidőnk, voltak nappalaink és éjszakáink. A nappal szolgált a munkára, az éjszaka szolgált a pihenésre. Volt az életünknek egy rendje. Na most ez a rend, ez teljesen felborult, teljesen hektikus lett, individuumnak lett kiszolgáltatva az életrendje. Tehát az életrendje is a kényelmedet szolgálja. Ha neked az életrendje úgy kényelmes, hogy nappal alszol és éjjel dolgozol, akkor a te életed rendje az lesz. Ami persze mindvégig egyre kényelmesebbé és kényelmesebbé, komfortosabbá tette az életünket, de valahogy elvesztettük a zsinór csak mértéket. Apró csak kitérő, hogy a 90-es évek, vagy a 80-as évek vége, 90-es évek elé a techno-optimizmusában ez a home office még egy ilyen vágyott és egy ilyen mindenki által elérhetetlennek tartó, de csodálatos intézménynek tűnt. Én továbbra is azt gondolom, hogy ezt még szélesebb körben el kéne terjeszteni, de nem azért, hogy hazavidd a munkát, hanem hogy magadat ne vidd be a munkába. De kiderül, de a home office azóta totálisá vált. Hidd el, hogy nem leszel boldogabb. Hidd el, hogy nem leszel boldogabb. Pont az a baj, hogy a home office azóta totálisá vált. A home lett az office. Tehát nem az történt, hogy home office, hanem az történt, hogy az otthonod lett a munkahelyed, és onnan már nincs hova hazamenned. Onnan már nincs hova elbújnod a szorongások elől, meg a főnök elől, mert gyakorlatilag azt hitted, hogy majd a home office az azt fogja jelenteni, hogy nem lesz office, csak home. Helyette lett office, és a home az meg megszűnt. A nagyon nagy probléma az az, hogy ugye van a Hermes Trismegistosnak a tabulas maragdinája, és annak az első pontja úgy kezdi, hogy amint fent, úgy lent. Na, ez a harmónia az, ami fölborult. Ez a harmónia az, ami megszűnt. Régen a világnak volt egy rendje. Fent. És lent, a lenti világ, az ezt a rendet képezte le. Na ez a harmónia az, ami fölborult ebben a korban. Van a fönti világ, van a zsinórmérték, és ami lent zajlik, az már semmilyen mértékben nem követi ezt, levált róla. Mondok valami igazán személyeset is iszonyút. Nekem ugye nem csak nekem, hanem mindenki másnak is egy hét 168 órából áll, és abból a 168 órából az a két óra, amit itt töltök, az így legszorongatóbb, mert ki kell kapcsolnom erre a két órára a telefonjaimat. A munkahelyi telefonomat, illetve a magántelefonomat. Jó, de te ilyen vonatkozásban egyébként még extrémebb vagy, mint korunk hőse, és valószínűleg ilyen vonatkozásban a 30 év múlva eljövendő embernek az ígérete vagy te, aki ténylegesen folyamatosan nyomkodja, de még itt ebben a stúdióban is megnézed az e-mailjeidet, amikor adásban vagy, és amikor éppen beszélünk. A követőim számát ellenőrzem, Robert. Na hát erről van én szó. Én akkor nyugszom meg, amikor leülök ide egyrészt, másrészt, ha napközben el akarok menni a munkahelyemről, ami otthon van, hiszen öt cégben dolgozom, és nincs öt iroda, akkor nyomok egy Airplane módot,
és kikapcsolom az Outlookot a MacBookon, de mindegy, a levelező programot. És onnantól kezdve elérhetetlen vagyok, és azt csinálok, amit akarok. Én ma jártam egy PC-ben, és 15 percen át elérhetetlen voltam. Elképesztő kalandok. Elképesztő. Jó, hát nagyon kemény függőség ez. Fantasztikus, be kéne zárni téged Észak-Koreába, és kíváncsi vagyok, hogy mi válna belőled ott egy pár hét alatt. Lenne ezzel követő, erre már maradt. Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Itt a 90.9 Jazzin. Ma egy top menedzser állandóan elérhető. Mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor még nem volt egyáltalán mobiltelefon, egy top menedzser megtehette azt, hogy péntek délután 4-kor az utolsó telefonbeszélgetését még elintézi egy vonalas telefonon, tehát egy vezetékes telefonon, majd lerakja a telefont, és azt mondja, hogy na akkor én most elmegyek hétvégére, hétfőn újra felveszem a munkát, és amikor ő kiteszi a lábát a munkahelyéről, onnantól kezdve egy teljes hétvégén keresztül nem elérhető, akármennyire fontos top menedzser. Ez a lenyűgöző egyébként, ez valóban egy lenyűgöző pillanat, és ezt a lenyűgöző jelenetet, hogy valaki két teljes napon át elérhetetlen, megtekintetődek a Hálózat című filmen, a Sidney Lumet 70-es években készült Oscar díjas filmjében, egyébként ami az amerikai televíziózásról szól, és a Robi kényszerített rá, hogy megnézzem, hogy szembesüljek a saját szakmám mély morális válságával. Egyébként nagyon jó a film, és tényleg nem változott valójában azóta semmi. Egyetlen dolgot kivéve, hogy a filmben ábrázolt egyik főhős, a film egyik főhőse a nő, a neve nem sajnos nem teszem be. Diana Christensen a karakter, akit játszik, mindegy, egy televíziós top menedzser, egyfajta ilyen, hát ilyen kreatív, vagy ilyen kreatív producer, vagy ilyen hírigazgató féle. Fédanové, igen, és az egyik jelenetben éppen 26 telefon lóg a füléről, minden klasszikus ilyen televíziós felső vezetőnek, de péntek délután van, és amikor az utolsó telefont is leteszi, felkapja a csomagjait, és elmegy hétvégére valahová. És készül megszűnt létezni. Na ez nekünk, a mi nemzedékünknek már nem adatott meg. A Nyári egyébként kifejezetten ráismer magára ebben a csajban, mert ő pontosan ugyanennyire szuper elfoglalt folyamatosan, de ő már nem, de kikapcsolhatjuk, te meg én talán még kikapcsolhatjuk, a Nyári már nem kapcsolhatja ki, a mi gyerekeink nemzedéke már nem kapcsolhatja ki, érted, miről beszél? Meg kell teremteni azt a normát, ahol ez egy szolgáltatás, ahol amire hivatkozni lehet, hogy én használom a FAL nevű szoftvert, amellyel felhúzom a mobiltelefonomban, a számítógépemben, a bármiben a falat, és ekkor én elválasztottam magamat a másik életemtől. De ez egy függőség. Egy információ virtuális függő vagy. Szeparáció. Egyre információ függőbbek vagyunk. Mindannyian. Ez a nagyon nagy probléma. Leértékeltük az információt. Ha valaki megjósolta volna nekünk 30 év múlva, hogy lesz egy internet, és a kezünkben lesz egy eszköz, ami olyan telefonszerű, és egy számítógép, és a világ összes információ a két gombnyomásnyira lesz, akkor azt éreztük volna, hogy úristen, ez lesz a paradicsom. Azt éreztük volna, hogy úristen, hát ez elképesztő lehetőség, minden információhoz hozzáférek, és nem jutott volna eszünkbe akkor még ennek a hátulütője, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy hozzáférünk bármihez, ami érdekel minket, hanem ez azt is jelenti, hogy hozzáférünk folyamatosan mindenhez, ahhoz is, ami érdekel, és ahhoz is, ami nem, ahhoz is, ami éppen csak eszembe jut, és nem is igazán érdekel, már minden információhoz hozzáférünk, és nem arról van szó, hogy hozzáférünk, mint lehetőség, hanem arról van szó, hogy hozzá kell férnünk, mint kényszer. Tehát muszáj tudnunk, muszáj ismernünk, minden röpke gondolat. Nem arról van szó, hogy gondolok valamit, és hogyha ez a gondolat eljut egy olyan mértékre bennem, ha ez a gondolat elmélyül, egy olyan szándékká érik bennem, hogy én ezt megtudjam, akkor elmegyek a könyvtárba, és kikutatom ezt a tudást, mert annak a tudásnak, amit így szerzek meg, lenne értéke, és azzal kezdenem is kéne valamit, hanem ha két gombnyomásra vagyok tőle, akkor ez a tudás, ez érvénytelenül, sokkal érvénytelenebb lesz, és nem lesz hatása az életemre. Tehát megspóroltam a munkát, az időt, az energiát, amit be kell fektetnem, hogy megszerezzem azt a tudást, csak hogy az a tudás, amit megszereztem, a megspórolt idő és a megspórolt energia árán már nem érvényesül az életemben, már nem változtat rajtam. Ez a nagyon nagy probléma, hogy az az igazság, hogy könnyen jött, könnyen ment. Van az a mondás, hogy ebből szerzett jószág, ebből vészel. És minél könnyebb hozzájutni az információhoz, az az információ annál értéktelenebb és annál kevesebbet formál rajtad.
meg az életeden. Ez a nagyon nagy probléma. Ezt egy kommentelőnk, SMS író szerint, amiről beszéltek, azt én úgy képzelem, hogyha az emberiség életútja egy ember életeként képzeljük el, akkor az emberiség most lép át a kamaszkorából a fiatal felnőtt korba. Hát ezen el kell gondolkodjak. Hát az lehet. A nagybetűs életbe? Nem hiszem, hogy a felelősség miatt szorongunk. Szerintem ő az illúzióvesztésről beszél, arról, hogy a nagy álmaink. Valami tanástalanság, tudod, hogy mi inkább a 18 éves intézetben nevelkedett srác, akiről valamennyire gondoskodtak, bár agyba főbe verték, vagy erőszakolták, vagy kizsákmányolták, alig részesült minőségi oktatásban, és amikor nagykorú lesz, akkor így hátba verik, hogy na itt van 300 000 forint, azt csinálj magaddal valamit. Inkább ez. És így nézel a világra, amiben alig jártál, és nem tudsz magaddal mit kezdeni, és állsz ott a kapu előtt, hogy már nem vagy gyerek. Nagy igazság a platós példa, de a platón még nem mind vagyunk kiégve. És ez mit jelent vajon, hogy még nem mind vagyunk kiégve? Hát, hogy még a szorongás mellett azért még a remény még él mindenkiben, hogy talán majd egyszer mi, megáll nem, az nem, egész. Nem mindenkiben. Vagy nem minden, néhány ember úgy érzi, hogy még itt valaki ki fog mászni, és magához ragadja a volánt, vagy akár jó fele megyünk. Igen, de szerintem eszembe jutott, mit akartam mondani. Most ebben a pillanatban eszembe jutott. Arról beszéltünk, hogy a kocsmák mélyén. Szerintem hosszú-hosszú évtizedek után ismét először elhangzott a már bizonyos beszélgetések, meg a kellő mennyiségű alkohol elfogyasztása után újra a világháború szó. És egyre több helyen, egyre több közéleti fórumban lehet újra találkozni ezzel a szóval. És így időre így felvetődik, hogy de ha lenne, akkor miért, és kik között, és egyáltalán, és hogy melyik politikai vagy katonai formáció. Jó, én most kezdtem el szorongani, Gábor. Nekem egy mondat kellett hozzá. Én még nem voltam de a világháború szó egy picit már mindenhol a levegőben lóg egy picit, ami valószínűleg az emberiség nagy válságait lezáró korszakok nyitányai, vagy épp lezáró gesztusai szoktak lenni. Szóval, hogy ezt csak azért mondom, hogy már ez is előkerült, de szerintem félreértés nehesség, nincs valódi világháborús veszély, csak az emberiség múltjából, vagy a kollektív archívból kiemelkedő élményeink. Felismertük a mintázatot. Igen, most megnyugtattál. Ja igen, ilyenkor szokott lenni világháború. Ja igen, ez a pillanat. Legmelegebb 25 másodpercemet éltem most át, Gábor. De szerintem másfajta világháború lesz ez. Én inkább úgy képzelem el a jövő világháborúját, mint a szíriai, a jelenleg Szíriában zajló háborút. Ami nem két reguláris hadsereg között zajlik egy fronton, hanem van mondjuk 8 különböző szereplője, mint a Szíriában zajló háborúnak. Ez a 8 különböző szereplő, ez rohadt nehezen definiálható módon, rohadt nehezen értelmezhető módon háborúzik egymással. A hadban álló felek azok mondjuk 8-an vannak, és 3 különböző nagy csoportra oszthatók, de a 3 különböző csoportnak a különböző tagjai egymás ellen is háborúznak közben. A 3 csoport mindegyike háborúzik mindenki ellen, és alkalmi szövetségek köttetnek, amelyek alkalmilag felbomlanak, és az egész sokkal nehezebben átlátható, mint mondjuk a második világháború, ahol világosan látszott, hogy vannak a szövetségesek, és vannak a tengelyhatalmak, vagy mint az első világháború, ahol voltak a központi hatalmak, meg volt az antant. Én azt gondolom, hogy ez az új háború, ez sokkal inkább fog hasonlítani egy polgárháborúra, és sokkal nehezebben lesz meghatározható a front, meg a hadban álló felek, és sokkal kevésbé lesz reguláris. De ha ez egy trend, akkor ez megy össze, egyre kevésbé megfigyelhető, és egyre kisebb földrajzi területet érint talán. De lehetséges, hogy amikor kirobban, akkor egyszerre a világ, az egész modern világban egyszerre lángol fel mindenütt. Tehát, hogy én ezt úgy képzelem, hogy nem valahonnan valahova eljut, hanem szerintem, egyszerűen megtörténik velünk. Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Itt a 90.9 Jazzin. Az önkényes mérvadóban egyrészt eddig arról beszélgettünk, hogy egy teherautó platóján ülünk sofőr nélkül, és nem fogalmunk nincs, hogy hová megyünk. Eközben a Nyári Gábor szagolgatja a mikrofon előtti filtert. Ennyi szájszava van. Vajon miért? Én pedig azt kezdtem megfigyelni, miután áttértünk az információs társadalom korára, meg elmondtuk, hogy a kocsma helyett most már a tömegmédia fogyasztásba megy haza az ember, hogy míg
a Hálózat című filmből hozott előbbi példája a Nyárinak, ahol a fontos nő pénteken letette a telefonokat, és elment, és hétfőig el se tudtad érni, tehát ténylegesen szeparálva volt a munkavilága és a pihenés, úgy most, ahogy a Robi az elmúlt órában elmondta, mobiltelefonon bármikor elérnek, amikor mész le a munkahelyeden a lépcsőn, már azt nézed, hogy írta valaki a e-mailt azóta, mióta fölálltál az asztaltól. És olyanok vagyunk, mint bizonyos állatok, akikre nem lehet rábízni a saját ételük adagolását. Ott a papagáj kalitkájának, tudod, a szélén van egy ilyen kis plexicső, és onnan így végtelenül jön le a kaja, de van olyan állat, akinek nem teheted oda két hétre a kaját, mert nem annyit fog enni, amennyi naponta kell, hanem rögtön az összeset. On demand lett minden. Ma már nem kell kedden a Deriket megvárni este 9-kor, hogy majd akkor megnézzük, hanem megnézheted egyszerre az összeset. A sorozatokat egyben fogyasztjuk a Netflixről, a bármennyit internetezhetünk orvaszájba, elmerülhetünk a YouTube-nak a legmélyebb bugyraiban, ha véletlenül egy olyan keresőszót ütünk be, ami nem érdekel, Igen. És nem tudjuk magunknak az önmérsékletet produkálni, hiszen a legtöbb ember, ismertem olyat, aki azért nem ivott két évig, mert amikor ivott, akkor sokat ivott. Azért nem dohányzott két évig, mert amikor dohányzott, akkor két doboz szívott egy nap. És ugyanígy van nagyon sok ember, csak az információfogyasztás nem tűnik olyan veszélyesnek. És hát még talán ezt az egy pukkanós fóliányi kis Facebook posztot elolvasom. Hát még talán ez, hoppá, 2:30 van éjszaka és 4-kor kelek. Nekem egyszer egy komplet hétvégémet elvitte a YouTube így. Egészen pontosan egy berendezés, ami bármit ledarál. Ajánlom mindenkinek. We need blend, that is the question. Azt nézted? Blendtek. Azt hiszem, hogy igen. Igen. Jó, az nagyon szórakoztató. Elképesztő videó. És végre egy egész ágyat is. iPhone-t, a golfütőt ledarálja, az mindent, az egy zseniális websorozat. És elment vele egy komplet hétvégén. Hát igen. Az az érdekes, hogy ma már bármit, bármikor és mindig. Én lassított felvételeket néztem órákon keresztül, ilyen 1600 frame per szekundummal egy dufi, hogy pukkadt ki, meg nem mindegy. Az a kérdés, hogy ha dolgozol, akkor mit csinálsz? Amikor dolgozol, természetesen ülsz a számítógép előtt és nyomkodod. Hát, hogyha ezt már nagyon eluntad, és egy kicsit szeretnél kikapcsolódni, akkor játszol. Mit csinálsz? Ülsz a számítógép előtt és nyomkodod. De most már eluntad a munkát is, meg a játékot is, élnél egy kis társasági életet. Ugyanott maradsz a seggeden, és továbbra is ülsz a számítógép előtt, és nyomkodod. És mostantól kezdve mindent a virtuális térben teszel, tehát a virtuális térben válik el a szabadidő a munkaidőtől, a társasági élet a magánélettől. Egy másik ablakba mész át gyakorlatilag, nem egy másik privát szféra, közszférától, minden. Igen, tehát arról van szó, hogy virtualizálódott az életünk. Virtualizálódott a szabadidőnk és a munkaidőnk. A társasági életünk és a privát életünk. Minden a virtuális térben zajlik. A testünk az tulajdonképpen már vagyis akkor igazán. Folyamatosan tulajdonképpen az agyunk egy tartályban lebeg, már ez tulajdonképpen megtörtént. Most az, hogy ez fizikailag leképeződik-e, ez már csak... Leképeződött. Tehát már össze vagyunk kapcsolódva ezekkel az eszközökkel. Igen, megtörtént. Még képesek vagyunk fizikai értelemben, meg biológiai értelemben még képesek vagyunk az eszközök nélkül létezni, de már nem mint társadalmi lények. És az ember ugye társadalmi lény, társadalom nélkül az ember nem képes létezni, nem képes fennmaradni. És ilyes formán, mint azt gondolom, az emberi evolúció már átlépett valójában az ember utáni korszakba, mert az ember mint társadalmi lény a technika eszközei nélkül létezni már nem képes. Ez viszont azt jelenti, hogy a szorongás okát azt felderítettük. Mi a magyarázata a szorongásnak? Mi a legfőbb faktora a szorongásnak? Ez a döntésképtelenség. Inkább úgy fogalmaznék, a kontrollvesztés. A kontrollvesztés állapotában vagyunk. Az az élményünk, és ez képezi a szorongásunk legfőbb okát, hogy nem tudunk hatással lenni az életünkre. Ugyanúgy, ahogy Donald Trump nem tud hatással lenni arra, hogy merre menjen az autó. Ugyanúgy, ahogy sem a menedzsment, sem a részvényesek, sem a politikus nem tud hatással lenni arra, hogy az olaj ne kerüljön a tengerbe. Mi magunk is, kicsiben is megtörtént velünk, elvesztettük a hatást az életünkre. Az a legnagyobb probléma, mondjuk képzeld el, hogy 100 évvel ezelőtt Winston Churchill, jó nem 100 éve, 80 évvel ezelőtt Winston Churchill azt mondta, vigyázzunk a nácikkal, mert háború lesz.
Háború lesz, így vagy úgy. Charles de Gaulle ugyanezt mondta. Vigyázzunk Németországgal, háború lesz. Ez egy jól artikulálható politikai program volt. Ez jelzett valamit a jövőre vonatkozóan, és egy program, amiben de Gaulle-t meg lehetett különböztetni Daladier-től, Churchill-t meg lehetett különböztetni Chamberlain-től. Ma egy politikus megteheti azt, hogy egy ilyen rossz hírt közöl a választóival? Ma egy ilyen programmal, hogy háború lesz, készülj a háborúra, lehet egy politikus, nyerhet választást, egyáltalán kiállhat egy ilyen rossz hírrel a választók elé? Hát ma kizárólag egyféle politikai program hirdethető meg, az, hogy csökkenni fognak az árak, nőni fognak a bérek, és a rezsi csökken, és az adó csökken. Meg a változás. Ez most bejött. Az egyik is a változást mondott, meg a másik is a változást mondott. Igen, de a változás nem háború, a változás ígérete az amerikai, megkeressük az amerikai álmot és beteljesítjük. Ilyen változással lehet kampányolni, a háborúval nem. Szerintem már ezen már túl vagyunk. Amennyiben persze megint az amerikai politikai gondolkodást tekintjük a progresszió láncsahegyének, mert hogy a Trump már a múltba nyúlással kampányol, ahogy egyébként a jelen kultúrája is egyébként a múltban nyúlásból él éppen. Tehát ez az első olyan, még visszakanyarod megint csak a műsor elejére, az első olyan nem progresszív, vagy nem a jövő lehetőségeit kutató, és nem a jelenkorra reflektáló kulturális, meg politikai térben létezünk, hanem most mindenki ugye a múltban vájkál. Abban a feltételezett aranykorban, amiben még minden rendben volt, amiben még tudtuk, hogy hol a helyünk. A régen minden jobb volt. Habis nosztalgiából próbálnak a tömeg kedvéért szobrot farigcsálni. És ez a régen egyébként érdekes módon ténylegesen Ronald Reagan-t jelenti. Tehát, hogy annyiban nem volt hamis a nosztalgia szerintem, hogy a megváltás ígérete ott volt az előző korszakokban minden mitosztól és pillanatnyi politikai tértől függetlenül. Rákanyarodva erre, hogy az információnak mennyire ki vagyunk szolgáltatva, ahogy a Nyári azt mondta az előbb, hogy már megszületett a gépi réteg, most már nem tudnánk meglenni az információ, meg az eszközeink és a technológia nélkül, amit kicsit kétlek, tehát hogy hirtelen jön egy ilyen Mad Max-kor, azért megmaradnánk, de olyanok vagyunk, mint az a valami novellában. Az emberi civilizáció megbukna. Novellában az ember, aki beesett a metró peron és a metrókocsi közé, tudod, fölnyársalt, föl vajaszta gyakorlatilag a peronra, de még életben van. És akkor megkérdezik, hogy akar-e még valakivel beszélni, mert akkor azt ide hívják, mert amint leemelik róla a metrókocsit, ő meg fog halni. És ilyen a metrókocsi nekünk az információ. És akkor inkább azt mondjuk, hogy nem maradhatna itt akkor ez a metrókocsi esetleg a kedvemér, és hát nem. Én megerősíteném azt, hogy ennek a korszaknak a vége az lesz, hogy valakinek újra meg kell szentelni, vagy fel kell szentelni a világot. Mit jelent az, hogy felszentelni? Mert felszentelni, lehentelni. A fel, amikor szentelik, az azt jelenti, hogy eljön Jézus Krisztus, és mondjuk egy Jézus Krisztus, nem úgy a Jézus Krisztus, jön egy Jézus Krisztus a történelemben, és az anyagi világot felemeli a szellemhez. És aztán lesz 2000 éve a világnak, hogy egy ilyen platón, egy ilyen lankás platón visszaereszkedjen a humuszhoz, a porhoz, a földhöz. Platón, hogy Szokratész és Platón? Nem úgy Platón. Értem. Visszaereszkedjen szépen. Csúszda. És amikor, egy csúszdán. És amikor leereszkedett, lent van a porondon, akkor az emberiség megjósolja, jönnek a Fukuyamák, jönnek a Huntingtonok, jönnek a Spenglerek, megjósolják a történelem végét, és ekkor jönnie kell egy új eljövetelnek, amelyik újra felszenteli a világot, fölemeli az anyagi világot a szellemhez, és aztán megint lesz 2000 éve a világnak, hogy onnan leereszkedjen. Ami lehetetlen ebből a nézőpontból, a Spenglereknek, a Huntingtonoknak, a Fukuyamáknak a nézőpontjából megjósolni az eljövetelt, hogy hol van az a szellemi szint, ahova majd fölemeli, ahova majd fölszenteli a világot. Azt nem tudjuk, azt nem értjük. Amikor eljön, akkor majd világos lesz. Akkor majd mindenki számára érthető lesz. SMS. A fiatal felnőttkoros példát úgy értettem, hogy az emberiség, mivel már lassan nincsenek mitoszai, istenei, lassan rájön, hogy csak ő felelős azért, amit tesz, és hogy előbb-utóbb megérti, hogy nem egymás ellenségei vagyunk, hanem a butaság és környezetszennyezés mindannyiunk közös ellensége. Ha az emberiség igazán felnőttkorba lép majd, akkor úgy fog tengedni a földre, ahogy Isten teszi. G.I. Joe!
De én azt gondolom, hogy ez az emberiség, ez már nem Istenre vár, meg nem Istenként akar tekinteni a Földre, hanem pókemberként. Hulkként, ő Batmanként, ő Supermanként, tehát ugye ezek a szuperhősök jöttek el, mert a szentekben már, szenteket már nem lehet komolyan venni. Tudod, tehát nem lehet komolyan venni egy mezitlábas csávót, aki szétosztja mindenét, és utána koldul. Egy ilyen, ilyen hősök nekünk nem kellenek. Nekünk olyan hősök kellenek, akik átütik a közfalat. Nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsájt? Ez egy másik sztori. Nem kell olyan Isten, aki nem tud magyarul. Azt akartam mondani, hogy ugye a szellem szintjére kellene felhúzni az anyagot megint, feltenni a csúszda tetejére, csak az a gond, hogy míg 2000 évvel ezelőtt elég volt egy ilyen domboldalnyi embernek beoltani azt a mémet, az erkölcsöt, és akkor terjesszétek szét a világba, sőt, én meghalok, hogy értsétek, hogy mennyire komolyan gondoltam, majd ez szépen lassan elterjed, most már más a helyzet, most már nem egy ilyen színvonalon kell ezt szónokolni, hanem a suttyó szintjén, ugyanis a tömegtájékoztatás miatt mindenkihez közvetlenül tudod azt a mondatot intézni, és nem a szónoknak a mivelt beszédjébe kell beleoltani az új erkölcsöt, hanem a suttyó szintjén kell neki elmondani. Lehet, Robi, hogy a valóságshowban fogják megépíteni neked azt a mémet, ami a következő 2000 évre az embert kiszedi a savas közös széléről. Például különlegesi a való világot most már, úgyhogy lehet, ezeket a hagyományos beköltözős valóságsókat milyen új elemet hoztak be ezek a puszta létezésükkel szemben a korábbi magukhoz képest. Azt, hogy egy olyan teret mutat, ettől való világ, amiben olyan emberek élnek, akik el vannak zárva a tömegkommunikációs eszközeit, illetve a multikommunikációs eszközeiktől. Azok az emberek, akik mondjuk be vannak zárva a régi 3-4... életbe, visszatekintünk, belenézünk egy időgépbe, és olyan embereket látunk benne, akik már 30 éve nincsenek. Uh-huh. Pontosan. Ez az élet. Az emberek arra kényszerülnek, hogy más emberekkel beszélgessenek, konfliktusokat vállaljanak fel. De 2000-ben még maximum az volt a truvája, hogy nem láttam anyukámat egy hónapja, meg nem tudok telefonálni, de most már, ha valakit leválasztasz a világról, akkor kirúgod alól a mankóját, azt a Facebookot, amin eddig támaszkodott. Volna. Sokkal többet elveszel tőle, amikor bezárod, és most már nem azt akarjuk nézni, hogy fognak ezt szexelni, hanem hogy nem fognak beszélgetni. Igen, egy hagyományos beköltözős valóságsóban azt tudod megnézni, hogy működött régen az ember. Volna egy kérdésünk hozzátok, kedves hallgatók, ha Jézus Krisztus ma élne, ma végezné el a munkáját, és ma halna meg, aztán ma támadna fel, hány klikket tudna a YouTube-on? 0630 2010 909. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a 90.9 Jazzén. Kaptunk egy üzenetet, ami nagyon fontos és nagyon jól jelzi a korunknak a válságát. Elon Musk szenteli fel a világot, írja a hallgató. Na hát ezt tökéletesen megfogalmaztad. Tehát szerintem ez a nap üzenete. Ekkora válságban vagyunk, hogy egy cégvezető, amelyiknek a nagy húzása az az, hogy jókor adja el a PayPalt, akkor, amikor fönt vannak a részvények, meg nagyon értékes, jókor száll ki és száll be az újabb cégébe, és vizionál egy, nem tudom én, autót, aminek elképesztő hatótávolsága van egyetlen egy feltöltéssel. De már 5 perc múlva az se lesz nála. Mert már megérett az eladásra, és most már csak a SpaceX, de már akkor mellette biztos, hogy lesz valami megint más. Elég jó érzékkel. Kaptunk még egy fontos üzenetet. Közérzetre, hisztériára és neurózisra jó az Orbán fűte a kamillával, és egy kis erdei aranyvesző sem árthat. Lehet, hogy azt írja hallgató, lehet, hogy a legnézettebb videói lennének Jézusnak, de a hatása nem igazán lenne, mert néznék a következőt, hiszen szórakozni akarnak. Na hát én meg azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy Jézusnak nem lenne esélye. Tehát a cuki macskás videókkal szemben, és Justin Bieberrel szemben nem lenne. Én is azt gondolom egyébként, hogy Jézusnak, meg a feltámadásnak nagyon komoly kattintás száma lenne, de nem gondolom, hogy a Justin Biebert például ütni tudná. Megpróbálták, ott van Barát Csaba, propagálja a vallását, de hát mégsem üt akkorát. Láttuk az úristenkukacmenny.hu-t. Abban ugye felfedi, hogy ő Jézus, és azt mondja neki a Stefanovics Angéla, hogy akkor húzzál innen el, mert a Mózest azt most verték nagyon el a hülyesége miatt. Tehát ne add ki magad megváltónak, mert ebben a világban azért már verés jár.
De lehet, mondjuk hogy... régen is azt járt, érte, de... csak akkor azzal megváltottad a világot. Azt ezzel a veréssel csak egyszerűen elvisznek a mentők. Ugye a mindentudó AI lesz az új Isten, ami vagy az utópiához, vagy utópiához, vagy disztópiához vezet majd, vagyis a mindentudó mesterséges intelligencia lesz majd az. Akkor ezek szerint Jézus a Homo sapiens sapienshez szólt, de az új megváltó már a Homo sapiens technicienshez fog szólni? Az előző is az Isten fia volt, akkor a következő Istennek a fia legyen, szerintem és akkor következő... legyen a technológia gyermeke, csak hát arról beszéltünk az itt a héten korábban. Az ember gyermeke lesz már, nem az Istené. Igen, amit mi teremtettünk. Mi leszünk az Istenek, és a mi gyermekünk lesz a következő. Csak az a gond, hogy beszéltünk róla, hogy nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia ez nem úgy fog berendezkedni, hogy vannak a magukat technológiába átmentett emberek, van a mesterséges intelligencia egy ilyen Észak-Korea-szerű valamibe bezárva, és a maradék földön futó emberiség az pedig egy ilyen alnövényzet szintjére korcsosul. A jelentősége legalábbis. Tehát mind a mesterséges intelligencia, mind a technológiába magát exportáló ember, az átlép rajta, mint a szaron. Ez a fenséges jövőkép alakult ki. Van egy Szakmári Sándor nevű író, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, írta a Kazuhiniát. Azt az egyik, ugye minden tekintetben szerintem legjobb magyar disztopikus regényt, amire a Karinti azt mondta, hogy a fél élet művét feláldozná érte. És mégis mennyire nem futott be a csávó. Nem futott be, de a Szatmárinak vannak novellái is, az egyik a Gépvilág című novella kötet, és abban ír le egy olyan társadalmat, ami létrehozza a mindenek fölött álló tökéletes gépet, ami az összes gépet irányítja. Egyúttal olyan, tehát az a gép egyúttal maga a tudományos szingularitás is, tehát hogy túllép már azon a fázisra, amit az emberiség még képes kézben tartani a technikai fejlődésben, és a gép már önmagát fejlesztve hoz létre újabb és újabb önmagánál is tökéletesebb gépeket, de akkor az ellenséges ország is létrehoz egy ugyanilyen gépet, egyszerűen puszta ilyen védelmi okból, vagy hát ilyen önvédelmi okból, hiszen ha a velük szemben állóknak van már ilyen gép, akkor nekik is kell egy. És mind a két gépnek ugyanaz az alapparancsa van, hogy az emberek javára legjobban működni. És már nem tudom, hogy pontosan hogyan, de végül eljutott a mind a két gép, hogy végül kiiktatja az embert a mechanizmusból, mert hogy a legkevésbé kiszámítható elem, és utána már csak úgy működik tovább, hogy a legoptimálisabban működni. És amikor aztán felszámolja az életet is a Földön, mert hogy ez még mindig zavart okoz, akkor már csak egyetlen működni. Parancs marad a működni. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Itt a 90.9 Jazzén. Lézenges témfelget órákon át. Várom, hogy jöjjön egy jó társaság. Itt van az ajtó, itt nincs vágszívó. Itt van az ajtó, vár vágszívó. Itt van az ajtó, merre. Továbbra is a Jazzy Rádiót hallgatjátok, ne legyen kérdés, ez itt az Ossziántól a Pokolnál hangosabb című felvétel. Nem más, mint a YouTube-on egyébként már hívó néven elhíresült. Már meghívó, nem, így igazából ez tulajdonképpen a Pokolnál hangosabb című dalnak egy élő verziója, egy live actje, amelynek keretében az énekes Paksi Endre. Hát, és egyúttal a magyar filmzene történet egyik legsötétebb, vagy épp legvidámabb pillanata, ki igen, tudja. Irdatlanul bebaszva ment fel a színpad. Tehát, hogy az a szituáció, amikor nem egyszerűen valaki részeg, hanem valaki lézengek, térfergek órákon át, talán ez az egyetlen, talán nem véletlen, hogy ezt még föl is tudta idézni. A dalból. Lehet, hogy nem is a dalból idézte fel, csak elmondta, hogy csak most mi történik vele. Igen, narrálta igen. A valóságot. Igen. Tehát, a szomorú az, hogy van ez a zárt szubkultúra, ez a magyar rock, vagy hát a magyar kemény rock világa. Mit tudom én? Igen. De nem is igazán metal. Nem is igazán metal. Jó a hard rock, az igen, talán igen, jobban. Talán hard rock, igen. Ezek a Vigvamos, meg Hegyalja Fesztiválos, meg ezek az arcok. És a
akikről sose tudtam, legalábbis én nem tudtam soha, hogy kik ezek valójában, és hogy miért szeretik igazából ezt a zenét. De hogy úgy azt gondoltam, hogy ahogy minden ilyen zárt szubkultúra, ők el vannak a saját kulturális mémjeikkel, és így nekem ehhez nincs hozzáférésem. És igazából a Márhívó volt az első olyan alkotás, zenei alkotás, ami közel hozta hozzám ezt a világot, amin keresztül bepillantást nyerhettem ebbe a dologba, és egyúttal nagyon mélyen szíven ütött az is, hogy ez az első, hogy mondjam, minden korlátot ledöntő szuper összművészeti alkotásuk, ami egyszerre performance, installáció és akcióművészet, túlmegy mindenen, épp hogy lerombolja azokat a korlátokat, amiket korábban ez a stílus vagy ez a zenekar maga köré emelt, és ehhez képest a rajongói rohadtul meg vannak sértődve azon, mármint az Oszcián rajongója, amikor ez az egész Márhívó téma előkerül. Felháborító, hogy bárki meg van ezen sértődve. Egyedül itt történik meg a rock and roll. Pontosan. Mert azt várjuk pontosan. El, hogy mi a mondás, hogy gyerekek, ne vegyetek kábítószereket, legyetek rockstárok, és megkapjátok ajándékba. Hát ez micsoda hazugság, és akkor berúg az illető, utána feltántorog a színpadra, végre egyszer rock and roll van, még talán örülnék is neki, hogy részt veszek ezen a koncerten, és letagadom, elmegy az Óriás zenekar az Akusztik című műsorba, ahol magyar zenét feldolgoz. Mit dolgoz fel? Ezt, de így, ahogy részegen mondjuk lett előadva. Megtanulták szóról szóra ezt a dalt, úgy, ahogy Paksi Endre részegen előadta, majd a zenekar menedzsmentje letiltja, nem vállalja a rock'n'rollt, a rock'n'roll? Paksi Endre élettörténetének legkiemelkedőbb pillanata, és egyúttal az ő rettenetes rossz fejségének a legfontosabb bizonyítéka az. Nem tudom hozzám érni a józan Paksi Endréhez, én nem férek hozzá ahhoz, állítást, hogy egyébként ő milyen. Bocsássál meg ezt az állítást, amit most a Nyári itt mondott, ezt a hülyeséget helyre kell raknom. Paksi Endre pályafutásának egyetlen vállalható pillanata. De ugyanezt mondtam, akkor félrejött. Én ugyanezt akartam mondani, hogy a csúcsa. Én azt gondolom, hogy... Jó. Akkor ez egy olyan csúcs, mint a, tudod, ezek a vulkanikus hegyek, amik így 10.000 méterrel a tengerszint alatt kezdődnek, és csak az utolsó néhány méter emelkedik a víz fölé. Az a helyzet, hogy az első verszaknak a nyomait találjuk meg, amely úgy hangzik, hogy lézengek, ténfergek, órákon át várom, hogy jöjjön egy jó társaság. Nyitva az ajtó, itt nincs meghívó, őrültek napja. Ez csak nekünk ez való. Ez ugye az eredeti szöveg. Ez az eredeti és szöveg. Emeljünk ki egy fontos dolgot, hogy az eredeti szövegben egyetlen egyszer hangzik el a meghívó szó, míg az átdolgozat változatban. Hát végigvezeti, mint egy sílift húzza végig a szám hosszán keresztül a frontembert a meghívó szó, és már ebből az első négy sorból is csak az első három felismerhető a meghívóig, és onnantól kezdve már csak a meghívó van, másra már egyszerűen nem. Én végig azt éreztem, amikor először hallottam, hogy az Endre be akar engem folyamatosan csalogatni a világába. Azért kínálgatja ezt a meghívót folyamatosan nekem, mert hogy szeretné, ha én is részt vennék abban a frenetikus és mindenen túli boldogságban és űrletben, amiben neki része van. Az a fantasztikus. Olyan kedves gesztusnak éltem meg akkor. Az a fantasztikus, hogy nyitva az ajtó, itt nincs meghívó. Gyakorlatilag ebből lett a Márhívó, mert hogy a dalnak valójában ez a címe, tehát a feldolgozásnak, vagy ennek a verziónak, ami a tényleges verziónak, mert én úgy képzelem, én úgy állok hozzá, hogy a Pokolnál hangosabb című dal, az tulajdonképpen a félkészmű. És itt lett kész. Tehát itt lett. És tulajdonképpen két olyan dala van az Ossziánnak, amit ténylegesen befejeztek. Az egyik a Márhívó, a másik az a Repataturgyán. Igen. Tehát ez a két... Repataturgyán, igen. Igen. Na most egyébként nincs igazad, mert ott van még a Szemszédű lány. Ami legalább ilyen fontos alkotás, bár kevéssé ismert. Ez mind ugyanaz a koncert. Egy koncerten sikerült az a forma időzítését megfelelően beállítani a frontembernek, hogy a rock and roll megtörténjen. Az a lényeg, hogy ez úgy hangzik, ez az első strófa, lézengek, ténfergek órákon át, várom, hogy jöjjön egy jó társaság. Nyitva az ajtó, itt nincs meghívó, itt van az ajtó, már meghívó. Tehát az őrültek napja, ez csak nekünk való, ez már elsüllyedt az alkohol gőzben, tehát ezt már nem sikerült előcsalni, előásni a memóriában. Nem, az alkohol gőzben eltűnt Endre, és megérkezett a művész.
Igen, igen, megérkezett az, akit Jim Morrison egy életen keresztül hajszolt önmagában. Én szeretnék bocsánatot kérni azért az első három sorért, amit majdnem sikerült eltalálni. Én azt gondolom, hogy Paksi Endről, hogy ez nem volt szándékos. Nem, nem, enélkül nem lett volna az egész dal. El kell, hogy indulj a Kályhától, hogy egy nagyon sajátos sámán táncot tudjál lejteni, de kellenek a kezdő lépések. Tehát kellett a kiinduló pont, különben a semmiben, tehát különben Endre csak hányt volna a színpadon, ami biztos, hogy szórakoztató meg látványos, de a YouTube videójával már nem nagyon tudnánk mit kezdeni, főleg hogy így, hogy csak hang van meg belőle. Nyitva az ajtó, már meghívó. Na itt lépünk át. Itt lépünk át a agyjátszásból, meg a metálos vagizásból a művészetbe. Amikor itt van az ajtó, már meghívó. Ugyanezt történik meg egyébként a Repatarúrgyában, és az első sorot még nagyjából stimmel, ugye a felpörgött éjjel után sápadt hajnalom, de utána már tápotott ugyan hápadt hajnalom. Lepután haván hódán gyerünk. A 90.9 Jazzin. Hát ezt próbáltuk meg megugrani legalábbis a Paksi Endre, amikor amikor a nyitmák hívózást és a meghívózást próbálta itt a előadni. Akkor erről az eredeti refrénről lett azért volna ez szó. Egy jó szarszám. Ja, nem világos, tudom hát, megmondani neked, kész, nem az nem rossz ez, nem rossz ez, ebben már benne volt. Most már csírájában már benne volt a nyitmák hívás. Az Unplugged verziója jobb. Igen, és Unplugged alatt még nem a hangszereket húztuk ki, hanem az énekest a konnektorból, és úgy lett jó. Igen, igen, és az igazság, hogy itt érdemes azért felidézni, hogy hogy hangzik. Órákon meghíd egy jó meghívó, várom, hogy jönnek egy ón meghívó, itt van egy meghíd, egy ór meghívjó, várom egyet, hé! És ezután jön az árszpoétika, nyitva egy bármi bárhó. Ez a legfontosabb. Ez a világnézet a szövegnek. Maga. Nem, itt a költő kiszól a költeményből, a lírai én kilép és megszólít, és egy árszpoétikát közöl, a nyitva egy bármi bárhó, abban az fejeződik ki, hogy Paksi Endrének teljesen mindegy, hogy itt ebben a sorban mit kéne énekelni, nem, és belesűrítette azt, amit érez ezzel kapcsolatban, nem tök mindegy nektek, nem tök mindegy, hogy mit énelek. Mi az, hogy a harmadik, meg bárhó? A 13. kerületben 10 után nem lehet alkoholt kapni. Mi az, hogy vasárnap zárva tartanak a boltok? Szerintem itt az ösztönvilág szabadul fel. A nyitva egy bármi bárhóval az azt jelenti, hogy mostantól bármi lehetséges. Mindegy, mi van a nyitva egy bármi bárhó. A nyitva egy bármi bárhó az arra vonatkozik, hogy tisztában vagyok én Paksi Endre, tisztában vagyok azzal, hogy ez a sor nem így hangzik. Viszont a helyére emelek egy fontosabb, érvényesebb igazságot, mostantól minden sor bármi bárhó hangzik. Egyébként a rajongók, az Endre méltóságát őrizni akaró rajongók ilyenkor mindig megjegyzik, hogy szegény Endre akkoriban gyakran ivott gyógyszerre. És ez így fel is tűnik a kommentek között, hogy de mint magyarázkodás. De miért kell sajnálni azért, hogy a receptet megosztanák, igen. Hogy na ez, hát. Ez a koktél vezetette magához a művészethez. Na hát. Akkor ezt a tessék gyakrabban alkalmazni. Hát nagyszerű, hát köszönjük szépen, hát végre értjük, hát végre Endre is megértette, hogy hogyan összeállt a koktél, mit kell, mire, hogyan kell fogyasztani, hogy megtörténjen a művészet nyilván a színpadon. Nyilván nem jó, ha valaki csak kizárólag pszichedelikumok segítségével jut el a tiszta művészethez, és Endrének idővel illett volna megtanulnia ezt az állapotot saját magától is előidéznie. Most egy ilyen PC kiszólás volt, de a lényeg az, hogy ha egyszeres sikerült, akkor máskor is sikerülhetett volna. Nem csak ott a debreceni koncerten. Az ajtó is az az elképesztő, amikor azt mondja, nyitva egy bármi bárhó, egy nyitva egy már hívó, várhönnek már hón, egy nyitmák hívó. Na, én azt érzem, hogy a nyitmák hívóban teljesedik ki a dal. Tehát, hogyha ha eljut a csúcsra valahol, akkor a nyitmák hívóban abban minden egyesül. Benne van a nyitva, benne van a már, benne van a meghívó. A nyitmák hívó, azt érzem, hogy az Endrében a szöveg minden egyes sora egyesült,
összesűrűsödött, igen. És egyetlen egy szóvá... Az Orwelli óbeszédül ez a dal az, ami. Tisztult. Újbeszédül pedig már csak nyitmák hívó. Nyitmák hívó. A már hívóból itt sem véletlenül lesz mák hívó, mert a mák tea, vagy valamilyen származéka, vagy egy ahhoz hasonló anyag itt visszahívja magához. Az az igazság, hogy ez a zeneszám ebben az élő performanceban emléket állít annak a körímélnek, amelyben leírták, hogy miről lehet megismerni, amikor éppen agyvérzésed van, és ha ilyet tapasztalsz máson, azonnal hívd ki a mentőrendőröket, a mentőket, és ha időben orvos látja, akkor még visszafordíthatóak a károk. Az a nagyon, nagyon elragadó, amikor az Endre elkezd szorongani általában két verze között, hogy itt minden rendben megy el, vagy ez így még oké-e, és akkor így bekiabálja, hogy gyerünk! Vagy csak annyit, hogy hé! A Bridge-nél, igen. Vagy itt van a Olyton Éden. Várom egyet, hé! Vár, hogy egy meghód, egy nincs meg már hívó. De az a lényeg, hogy ez még mindig a nyitva az ajtó, itt nincs meghívónak a változatai. Akar? Tehát, hogy szerintem az Endre azt érezte, hogy megtalálta a tökéletes sort, és mint a művész, amikor érzi, hogy megragadta Pallas Athénénak a lándzsáját, vagy hogy fogalmazzam ezt, megragadta Tália istenasszonynak a kezét, nem ereszti el, hanem ezt variálja végig, és azt mondja, hogy vár, hogy egy már hód, meghód egy nincs már hívó, itt van egy mátéd, egy nincs már hívó, várhó egy ocsvét, egy nincs már hívó. Ocsvét. Nincs, nyitva egy márhód, egy nincs más hívó. Kétszer is emlegeti a hódot. Szerintem ez nem lett véletlen. Van egyszer meghód formában, egyszer pedig márhód formában. Igen, de szerintem ez a halállal kapcsolatos. Igen. Hát itt valaki meghalt. A meghódban is, meg a márhódban is, vagy pedig az a nagyfogó állat, aki, nem, szerintem a meg... aki várakat épít a vízen. Nem az Isten már hívja magához. Nem, szerintem a meghód az a pillanat, amikor megtörténik, a márhód az, akit már nem lehet visszahozni a föld alól. A várhó az viszont, ahol a Jon Snow szolgál, nem? Hogy hívják azt az erődöt? Ja, hát az a fekete vár. Aha, az a várhó. Hóvár, magyarul a... Nem, az a deres. Deres. Na, egyértelműen deres. Winterfell. Winterfrey. De akkor Endre úgy járt a márhívóval, ahogy George A. Romero a zombi filmekkel? Hogy örökké zombi film? Örökké márhívó? Nyitmák. Nyitmák hívó. De én azt gondolom, hogy a nyitmák hívó abban a nyitás benne van, a hívás benne van. Szerintem a nyitmák hívóról pontosan elmondhatjuk, hogy a pokolnál hangosabb. Na most, hogyha a hód a halált jelenti, akkor itt az utolsó négy sorban azt mondja, hogy indva egy már hód, egy nincs meghívó. Várhol egy meghó, egy kis már hívó. Nyitva egy már hód, itt már kezd jönni valami, egy nincs már hívó, nyitva egy már hód. Azaz, már hód, az aki már meghalt, és ha nyitva, az boncolás. Amikor a már holtat nem, felnyitod. Nem. A sírok megnyílnak, és a holtak feltámadnak. Mm-hmm. Én meg azt gondolom, hogy ez egy apokaliptikus vízió de az Endre részéről. A feltámadás nem apokalipszis, az a feltámadunk, azt szeretnénk. Az apokalipszis után jön a feltámadás. Metaforikus hód, aki megpróbál gátat építeni a kiáramló érzelmeknek? Nem. Felejtsd már el a hódot, a halálról van szó. Aki megpróbál várat építeni ebből a nyelvi zűrzavarból? Nem, én azt gondolom. Ezeket a betűket vagy szavakat valamiféle rendszerre konstruálni, de nem megy. Én azt gondolom, hogy a Paksi Endre az pontosan érezte, hogy itt és most ez a művészet, ez ami vele itt és most megtörténik, ez az ihletett állapot, ez a pokolnál hangosabb. És az a jó, hogy ezt közvetíteni tudta, és az a jó, hogy ezt feldolgozták később, ugye ezt... Az óriás zenekar. Igen, és ezt előadták a Petőfi Rádióban. És aztán az Ossian megsértődött. De ez elképesztő! Azért, mert de az ne sértődjön meg a saját művészetén, amikor a rock'n'rollból rock'n'roll. És miért nem az igazi Ossian dalokat játsza a Petőfi Rádió? De az igazi Ossian dalokat játsza, ez igaz, hogy a feldolgozást játszottál. Teljesen jogos, hogy a debreceni felvételt kéne játszani. És a debreceni felvételt, és ezen egyébként jogosan sértődnek meg. Ha a debreceni felvételt nem játsza a Petőfi Rádió, akkor miért játsza az óriás együttes feldolgozását? Miért nem az eredetit játsza? Én úgy gondolom, hogy egyébként jogos, mert azért tényleg a Paksi Endre féle az eredeti. És én azt gondolom, hogy azért jó páran feldolgozhatják, az tényleg csak olyan, mint amikor úristen a képen nézel egy ételt. Vagy a hobó feldolgozza Viszockit. Azért nem az eredeti, azt azért értjük. Azt mondd meg nekem, és ez az utolsó kérdésem már, hogy amennyiben a végén a feltámadás történik, akkor hol van az azt megelőző apokalipszis? Szerintem már a harmadik sorban.
Tehát nem a szám közepén történik nem meg. Nem az elején megtörténik. Az a gyakorlatilag hát arra nyitunk rá gyakorlatilag, igen. Amikor benyitsz a WC-be, és valami oda nem illő történik, és azt mondod, bocsánat, megyek a másikba. Én és gondolom, ott rányitunk az apokalipszisre. Én azt gondolom, hogy az apokalipszis akkor történik meg, amikor az Endre arról énekel, hogy várom, hogy itt van egy gyors meghívó. Na ez a gyors meghívó, ez az, ami a... És el is fogadta. Hogy mondják a Facebook eventen? Órákon meghót! Órákon meghót! Így mondja az Endre. Hát ez az apokalipszis. Ez az apokalipszis. A teljes igazság megértéséhez még meg kell hallgatni szintén ugyanáról a koncertről a Más villogány című dalt. Ez volt az önkényes mérvadó Paksi Endrével, Nyári Gáborral, Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral, az Ossziánnal, az Óriás Zenekar feldolgozással, az összes SMS-írónkkal, Facebook kommentelőnkkel és veletek. És Francis Fukuyamával. És köszönjük a figyelmeteket, Paksi Endre legyen veletek, kellemes hétvégét kívánunk, sziasztok! Hello!